Világszerte 100 millió ember halála kapcsolható közvetlen módon a kommunista vagy szocialista diktatúrákhoz. Ez közvetett módon további 100 milliókat jelentett, akik meghaltak, szenvedtek. Magyarországon sok tízezer ember halála és sok százezer család tönkretétele volt az ára ennek az utópiának. Miért hozom én ezt ide? Azért, mert nekünk az egyháznak, a kereszténységnek mindenképpen az a szerepünk ilyenkor, hogy imádkozzunk az elhunytakért. Az a szerepünk, hogy imádkozzunk a bebörtönzöttekért, a meghurcoltakért, a veszteséget elszenvedő családokért. Imádkozzunk azokért, akiknek az életében talán mind a mai napig kitörölhetetlen sebet, fájdalmat okoz, hogy valamikor egy ideológia, egy elv, egy utópia miatt, aki kedves volt az életnek, aki a családfő volt, egy áldott életű családanya, azt az élők sorából kiragadták. Másfelől pedig az a dolgunk, hogy levonjuk a tanulságokat. Mert vannak tanulságok, amelyek a mai napig érvényesek. Először is. Egy ideológia soha nem lehet értékesebb az emberi életnél. Az az ideológia, az az elv, amely nem tartja fontosnak az emberi életet, az ördögtől való. A másik nagy tanulság. Mivel minden ideológia emberi ideológia, ezért javítható, kritizálható, mert hogy nem lehet tökéletes. A harmadik nagyon fontos tanulság, az tulajdonképpen kapcsolódik az igénkhez, mert az igében úgy hívják a főszereplőt, hogy Zákeus. Azt jelenti a neve szó szerint magyarul, hogy igazság. Hát azt már lehetett hallani így a történetből, hogy hát ez a Zákeus a nevéhez egyáltalán nem méltó életet élt, mert egy elvetemült tolvaj volt, és egy hazaáruló. Zákeus, igazság, és mi a valóság? A kommunizmusnak is ez volt a legnagyobb tragédiája. Azt állította magáról, hogy haladó, progresszív, elhozza a földre a mennyországot, és mi volt a valóság? A pokol. Akárhogy mondja magáról, ma is egy ideológia, hogy ő a haladó, ő a progresszív, ő a megmentő. És van ilyen ma is. És ráadásul ugyanúgy viselkedik, mint a kommunizmus, mert hogy nem lehet kritizálni. Mert tökéletesnek mondja magát. Aztán azt látjuk, hogy amerre csak halad, ahová beteszi a lábát, ott minden összedől, minden halálba hullik. Mert igaza van Jézusnak, és ezzel ezt be is fejezem. A gyümölcseiről ismeritek meg a fát. A gyümölcseiről. Azt mondja Jézus egy helyütt, ez a Máté evangéliumában van leírva, a 12. fejezetben, hogy a jó fa hoz jó gyümölcsöt. Mert olyan nincs, hogy valamely fa, teszem azt mondjuk valamilyen egyébként gyümölcsöket nem termő, egyszer csak elkezdi ontani magából a kajszi barackot. Hát ez nem működik. Ezt mondja Jézus a természetből véve a példát. De az emberi természet pont ilyen. Ha valami rossz lelkileg, szellemileg, alapelveiben, akkor az nem fog megmenteni senkit. Az nem az életet fogja elhozni, hanem a halált. Ez egy nagy tanulság. Gyümölcseiről ismerszik meg a fa. A gyümölcseiről ismerszik meg az ideológia. A gyümölcseiről lehet megismerni
azokat az irányzatokat, amelyek lehet, hogy olyan köntösben vannak, csodálatos meseköntösben, hogy náluknál a világon nincs jobb, és mindenki, aki csatlakozik hozzájuk, és úgy fog élni, az elnyeri a földön az örök életet és a boldogságot. Nem. A gyümölcseiről lehet megismerni. Megismertük a kommunizmust, a gyümölcsei ott vannak. 100 millió ember közvetlenül, aki emiatt halt meg. És ott vannak tönkretett nemzetek, gazdaságok. Gyümölcseiről ismerszik meg a fa.